Sziasztok! Újra nyaralunk Balatongyörökön, de most a családnak megígértem, hogy nem fogok idén videózni, hogy tényleg pihenős legyen. Holnap megyünk haza, kifogtuk persze a leghidegebb hetet, tehát itt a jegesmedvék korcsolyáztak a Balatonon, de megláttam egy olyan dolgot, amiből így kijött, hogy hát megint azért mégiscsak kell csinálnom egy videót. Pedig az ez a tábla volt, mert itt a kedvenc, majd akkor is most beszélek majd erről az étteremről is, mert nekem nagyon bejön, hogy világbajnok fagyit reklámoz itt a Balatongyöröki strandon a vajkaramell fagy. És hát én olyan ember vagyok, hogy hát a próba ugye teszi a mestert, vagy nem tudom, hogy nem jut eszembe jó hasonlat, de a lényeg, hogy elmentük és megkóstoltuk, és kiderült, hogy tényleg világbajnok fagylat a tárulnak, konkrétan a világbajnoknak a fagynaltját, de most elmegyek, megmutatom, hogy mert hogyha erre jártok, hogy melyik az a fagyizó, meg hogy melyik az a fagyi. Na, a strand közepén ezt a fehér kis épületet kell keresni, és a vajkaramell feliratot, és akkor bemegyek és megmutatom, hogy melyik az a fagyi, amit 2000, hát tavaly nyert fel a világbajnokságot, és 18-ban meg Európa-bajnokságot? 19-ben itt a főnök feleségét megkérdeztem, hogy ne beszéljek hülyeségeket, jó? Megmutatom, bent is teljesen puritán a dolog, de hát itt a fagyin van a hangsúly. Na és itt belül sincsen semmi túl hájpolva, itt egyes egyedül ezen van itt a lényeg, ez olyan, hogy nem 8 féle fagyjuk van, hanem 16, mert ez ilyen ki lehet emelni a tégeit, és alatta van még egy. De ami a lényeg, hogy ez oda is van rajzolva, hogy ez a Frutta di Pistacio nevezetű fagylalt nyerte meg tavaly a világbajnok. Tehát ez lett a fajnok, a Fazekas Ádám nevezetű úriember csinálja, és ő ide ki. Tehát és nem Pesten dolgozik, most kiderült, hanem az őrségben vagy, tehát ott Vác környékén valahol, de a lényeg, hogy ő szállít ide, és onnan van itt a fagylalt. Tehát ezt a fagylaltot mi ettünk az egész család, brutálisan finom, és tényleg itt most a Balatonon meg tudjátok kóstolni, mondjuk, aki ide keveredik egy világbajnok, és egy tényleg világbajnok fagylaltot, ráadásul ő is készíti. Tehát nem az, hogy valami másolat, hanem a teljesen eredeti, autentikus fagyit, ami megnyerte tavaly a világbajnokságot. Na, megyek, megmutatom egy kicsit akkor az értelmet is, vagy ha már csinálok videót, akkor... És ugye ők hozták ide, tehát nem tehát hogy tényleg mindenből keresik, hogy csak a legjobbat adják a vendégeknek, és az a mai vendéglátásban ez kéne, mert tudnák sajnos nagyon sok negatív tapasztalatot is mondani most így, ahogy a parton sétálgattunk máshogy. Na, megyek át az étterembe. Na és hát a kajálda meg ez itt van a strandnak, hát így a sétáló utca felőli oldalán, tehát ott lehet bejönni, ahol a vasút állomás van meg ezek. És itt van egy ilyen modern épület, és akkor ez az egész, ez ami ilyen cseréptetős, ez a Tamási család nevezett család csinálja, egy hát báty testvér, ott a fagyizót a testvér csinálja, tehát ezt évek óta ugye ők üzemeltetik, hát nagyon nagy terasz van, de majd le fogom fotózni, itt van ilyen elérhetőség, hogy telefonszám, meg Instagram, meg ilyenek, hogyha esetleg valaki akár itt a strandon van, vagy akár erre jár és be akar jönni, csak az a baj, hogy akkor szerintem meg kellene a belépőt, ezt nem tudom, ezt majd megkérdezem. De hogy a lényeg, hogy elférnek vagy 80-100-an a teraszon, de délben, most direkt 5 órakor jöttem, tehát hogy 5 órakor ilyen kicsit lájtosabb a sztori, de délben meg este konkrétan asztalt kell foglalni, hogy be tudjatok ülni. Olyan mennyiségű ember van itt, mert tényleg jó kajákat csinálnak nagyon. És csak a mentalitásukra jellemző, most már beszélgettem, ugye a főnöktől engedélyt kértem, hogy megcsinálhassam ezt a videót. Tehát ők, hogyha mondjuk barbecue-znak, hogy ez tavaly még nem volt, idén kezdtek el barbecue cuccokat is készíteni, hát akkor egyből egy ilyen sütőt gyártattak ide, vagy egy ilyen sütőt vettek, nem tudom, ez hány millió forint egy ilyen, de hát brutális, és vannak az étlapon is ilyen kaják. Ez meg az elérhetősége a helynek, tehát gondolom a telefont azért, ha már ki van írva, fölteszik, meg lehet nézni akkor a Facebookon, vagy jól látom az Instagramon, tehát mondom, tehát célszerű, mert most nincs sok ember, csak nem nagyon akarom így közelről az embereket videózni, de most, amikor benyújtunk múltkor délbe védelni, hát úgy kell asztalt foglalni, meg rakosgatják jobbra-balra, mert jönnek 8-assával, 10-essével be az emberek. Elkaptam itt az egyik felszolgáló kollégát, és megkértem, hogy tegyen már ezt a 3 kaját, amit épp visz ki. Na hát itt ilyen ételeket lehet kapni, ilyen tárolásba.
Én azt mondom, hogy Pest étterem legyen a talpán, aki legalább ezt a minőséget szintén hozza. És elmondod nekem, hogy akkor mik ezek a kaják? Igen, igen. Az első, amit mutatsz, az egy szuprém csirke mellett egy színes kenótos nyokkival. Igen. A következő tételünk egy konfitált mangalica tarja a lioni hagymával, varázsburgonyával és gyüllöze kukoricával. Az utolsó pedig egy kesztei tokkalból készült tokkal, paprikás túrós papás dellével. Ez gyerekek, ez keszthelyi tokhalból van. Széles tét megérted, ugye? És egy kis izéjel, nagyon-nagyon fincsinek néz ki. Na még mielőtt megeszi a darázs is, addig abba is hagyom. De figyeljetek, hát így néznek itt ki az ételek. Én úgy gondolom, hogy aki ide bejön és ezt megesz, az pont, hogy lefog esni a traktorról. Na, és végezetül ennyi, hogy nem is húzom én itt tovább, ezért, hogy ne legyen hosszú a videó. Higgyétek el nekem, hogy én strand étterembe, strandbüfébe ennél jobban még nem kajáltam az elmúlt 30 évben, mióta vendéglátózom. Brutál, tehát lelkesedéssel csinálja, most már a szülőktől átvették a gyerekek, és látjátok, tehát ott van mögöttem a barbecue sütő, tehát ha bármivel belefognak, abból a legjobbat. A pizzájuk is jó, mindent is csinálnak, úgyhogy ha Györökön jártok, akkor mindenféleképpen is lehetitek, hogy bejöttök a strandra. A strand is nagyon-nagyon jó, most meg nem akarom az embereket videózni. Full tele van, de mégis el lehet férni. A balcsi az ugye, hát itt van közvetlenül a üzemellett. Brutál, jó? Na, aki nyaral, annak mindenkinek jó nyaralást, aki meg főzik, kéz, meg aki dolgozik, hát mindenkinek kinyit. Próbáljátok meg túlélni a nyarat minden jobban. Szevasztok!